Nem gyakori dolog, hogy az ember két aranyérmet vehet át egy szezonba. Most ez veled vasárnap megtörténhet, hiszen a Honvéd után a Puskás Akadémiával is bajnok lettél. Igen, ez egy nagyszerű érzés, és a Honvéd nagyon jól teljesített az ősz és a tavasz folyamán. Gratulálok az aranyéremhez mindenkinek, az ott dolgozóknak is. És ez tényleg nagyon nagy szó, hogy a Honvéd is meg tudta nyerni, és az is, hogy mi is meg tudtuk nyerni a bajnokságot már a két fordulóval a vége előtt. Úgy gondolom, ezt mindenki aláírta volna a szezon elején, és a csapat jól teljesített, és mindent beleadott, és ugyanilyen jó eredményeket várunk majd a következő szezonban is. A Puskás Akadémia bajnoki címéből is alaposan kivetted a részet, hiszen tavasszal te vagy az együttes legeredményesebb gólszerzője. Ez jó érzés, igen, de a legfontosabb az, hogy tényleg első helyen tudtuk zárni a szezont, és nagyon jó labdákat kaptam a társaimtól, a Szatmári Lóritól, a Márkvár Dávidtól, vagy akárkit sorolhatnék, tényleg nagyon jó passzokat kaptam, és keményen edzek, hogy NB1-ben is ugyanígy folytathassam, hogy gólokat lövök. Most Tatabányára megyünk, a Budaörs ellen játszunk, várhatunk-e prosszer gólokat ott is? Bízom benne, remélem játszani fogok, ha nem, akkor majd csereként próbálok segíteni a csapatnak. Hosszú sérülés után térsz vissza, gondolom alig várod már, hogy pályára léphess a Budaörs ellen. Sajnos rögtön az első mérkőzésen megsérültem. Utána egy 3 hetes kiagyás után ismét pályára tudtam lépni, és tudtam játszani egy 2-3 hetet, és utána újra megsérültem sajnos. Megint egy 3 hetes kiagyás várt rám. Ezután újra megsérültem a Siófok ellen. Ezért így megint ki kellett hagynom 3-4 hetet, így elég balul sikerült ez a szezon, de hát szeretnék mindenképpen jó teljesítmény nyújtani, szeretném bebizonyítani, hogy számíthatnak rám itt a Puskás Akadémiában, jövőre is az NB1-ben. Hát és remélem, hogy jövőre is ugyanilyen jó teljesítményt tudunk nyújtani az egész csapat. A bajnoki cím azért némileg kárpótolt a sérülésekért, nem? Igen, keveset játszottam sajnos, ugye ezelőtt mondtam, de nagyon gratulálok a srácoknak, és szerintem mindenki maximális teljesítményét tudta nyújtani. Szerintem megérdemelten nyertük ezt a bajnokságot. A szezonzáró mérkőzés következik ugye a Budaörs ellen, aki számodra egyáltalán nem ismeretlen, hiszen játszottál ott. Milyen ellenfélre számíthatunk, illetve milyen mérkőzésre? Egy nagyon masszív, agresszív csapatra számíthatunk. Amikor én is ott játszottam, akkor is egy nagyon masszív védekező csapat voltunk, akik általában a kontrákra építettek. Egy elég jó szezont tudtunk akkor magunk mögött. A Budaörs most is a kiesésen megmenekülve a középmezőny tagja, de szerintem egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, tét nélküli mérkőzés, de ugyanúgy mindkét csapat oda fogja tenni magát. Mi is szeretnénk szépen búcsúzni a szezontól. Egy győzelemmel szeretnénk a tulajdonos úrnak is megköszönni ezt az ünneplést és a tűzijátékot és ezt az egész dolgot, amit itt kaptunk vasárnap. Szeretnénk 3 ponttal távozni Tatabányáról.